Bicske város önkormányzata és a Zöld Bicske Nonprofit Kft. A bicskei hulladékszállítási szerződéssel rendelkező lakosság számára veszélyes hulladék, elektronikai hulladék és gumiabroncs hulladék gyűjtési akciót hirdetett. Az önkormányzat a jogszabályi kötelezettségein túl önként vállalt feladatként szervezte meg a veszélyes hulladék gyűjtését. A gyűjtési akcióra október 15-én került sor. A gyűjtési helyszínek, a piac tér, a Szent István út páros oldalától a Kertvárosig bezárólag szerződéssel rendelkező lakosok számára volt kijelölve, illetve a Csákvári úti buszforduló, ahol szintén a Szent István út páratlan oldalától a telepig bezárólag szerződéssel rendelkező lakosok számára volt kijelölve a helyszín. A háztartásban feleslegessé váló hulladék gyűjtését az Éltex Kft. Szakemberei végezték. Környezetünk védelme érdekében kérjük, hogy a veszélyes hulladékaikat soha ne a háztartási hulladékokkal együtt dobják ki, hiszen ha ezek az anyagok nem megfelelően kerülnek kezelésre, komoly környezeti károkat okozhatnak.